édesanyja elküldte a boltba, hogy vegyen egy piros fejtőt. Illia el is indult. Amikor, ahogy kiért, azon gondolkozik, hova is menjen, melyik boltba. Elhatározta, hogy az égboltba megy, meg is vásárolta ott a piros fejtőt. Azt nem gondolkozik, de hogy is menjen most innen le? Szaladt Szent Péterhez. Péter megbobozta a piros fejtőt az égboltot, és Illia leereszkedett, mint a pók. Mire lejött a piros fejtő végére, 10 méterre becukvant a földbe. Eszébe jutott, hogy megállj, mert otthon van egy 10 méteres lajtorja, azt elhozom és azonnal kimászom. Úgy is tett. Sietett haza a piros fejtővel, de út közben megszomjazott. Elért egy árokhoz és gondolta, hogy ott majd iszik vizet. Hát az árok be volt fagyva. Mivel törje be egel? Eszébe jutott. Aha, lekapom a fejem és azzal betöröm. Le is kapta a fejét és betörte a jeget. Jól teresztítta magát vízzel. És indult tovább, ahogy megy, látja, hogy az út mellettén ráznak valami krumpit a fáról, és felnéz a fára. Azt mondták neki, mit bámulsz te, hiszen nincsen fejed! Fogadjátok a trónörököst, leendő uralkodótokat. De úrnő, ne panaszkodj, de mindig is bőrlelmünk legszebb ékében van az. Az első útban, hogy a trónörökös neve. Hogy hívnak kis múmiám? Mától fogva legyen a neved Hanga. Az anyád ezen maradtak! Úrnő, világítod el!
Hogy történhetett? Te is tudod, hogy ember ide nem teheti be a lábát. Legfőképpen a bátya nem. A másik testvér is veszélyt jelent. Hanga bizonytalan. Ha a fiú megnyeri, a birodalom összeomlik, és nekünk is befellegzett. A te feladatod, hogy elhárítsd a veszélyt. El kell tenned láb alól. Bízhattok bennem. A zsiványok majd elintézik. Háj, azok a rohadékok! Mocskok! Nem elég, hogy kirakolnak, mert meg is várnak. Azok a szemetek. Kiskacsa! Kiskacsa, 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 kiskacsa. Hagyd meg a lábadat! Á, mit akarsz tőlem, paprikás, hogy pecsét akarsz készíteni velem? Adjál már végén! Tehát én csak vigyázni akarok rád, és tiszta szívemben mondom, hogy meggyógyítalak. Szegénykje, még borzolni sem bírsz. Na gyere, lefektetek ide, és én már figyelszok rá. Na nézd már, itt egy másik. Szegény alacska, itt pusztulsz el. Már csak ezt kellett, hát akarod innen. De megsütött a nap. A víz pedig messze van. Na gyere, majd itt tartlak téged, vigyázok rád, meg lefektetek is. Jól van öreg, nyugi. Én egy ilyen csodahal vagyok. Nekem elég egy pohár víz is, csak nyugi. Hová szaladt a rongapajtás? Már csak ezt hiányzott. Na gyere! Hagyjál be! Na gyere! Majd én megázok rád! Aztán már nem vagyok vagyok a csapúsra! Hagyjál már! Hagyjál! Hagyjál már be! Vizet honnan? Vizet honnan legyek? Fiú, mi a neved? Janika. Jani, vigyázz magadra! Vigyázz már ezekre, zsiványok vannak. Látod, mit csináltak velünk? Nem félek én tőlük. Kapitányom, nézd, kit fogtunk! Egy igazi idióta! Ezzel bármit meg lehet csinálni! Gyere csak ide, komán! Aztán a pálinkát szeretem! Nem szoktam! Adjatok neki egy üveget! Megkóstolod meg, komán! Elkóstolhatom! Ahogy a rossz sebessen belé, inkább ittál volna belőle, akkor tál még nekünk is marad! Na, már kiitt a törzsd is tele! De hát akkor adjanak pénzt is hozzá. Pénzzel a bolond is tud. Na jó, akkor itt van, igyan a kedvük. De hiszen ez üres! Terébe ebből a bolond is tud.
Hát nem, nem, csak ismertem már ezt a viccet, és hát velem már minden viccet megcsináltak. Nem szoktam, nem tudok félni. Na majd meglátjuk. Épp ma végezték ki az egyik társunkat. Be akarunk törni a templomba, harangozni a lelkihez. Vállalod a harangozást? Én szívesen. Rendben van. Mi most lefekszünk? Addig te fogod őrizni ezt a marhát. Ez szép jószág. Na, gyere, leviszlek a bajtámat. Azt tenni félkor, harangzúgásra keltesz minket, vagy te is úgy végzed ez, mint egy félhülye. Engedjetek be, mert nem kell harangozni! Ne kell harangozni! Igen, én lennék. Már nagyon vártalak. Engem. Kislánykoromban megálmodtam, hogy eljössz értem, és megszabadítottak el minket a zsiványoktól. De én csak a magamat jöttem megmenteni. Maradj velem. A tiéd vagyok. Nem hiszem, hogy jó férjed lennék. Nekem nincs eszem semmihez. Nekem tovább kell mennem. Talán nem tartasz elég szépnek? Nem. Vagyis igen. Vagyis nem. Te szebb vagy, mint én. Nem, de mindenki szebb vagy. Csak nálam is. Hogy érzed jól? Így már jól. Velem tudnál maradni örökre? Ha az hamarabb, mint amikor meghalok, akkor igen. És te vagy az, aki semmit a semmit? Igen, de ha megtanítanál, nagyon boldog lennék. Nem hiszem, hogy sikerülök. De én így is nagyon boldog vagyok. És nem félsz, hogyha örökre velem maradsz, akkor már senki nem lehet meg akkor? A mindenit, nagy baj van. Ígérem, visszajövök hozzád. Nem félsz, én sem félek. Várj meg. Nem félsz, hogy nem tudnak megvárni.
most már minden világos. Mit akartam? Elárultál minket. Megtagadtad Hanga királynő parancsát. Hanga nem parancsol semmit. Hanga néma. Persze ez nagyon is megfelel. Most ne menjünk bele az efféle jogi szőrszálasogatásba. A legfelsőbb tanács megállapította, hogy törvényeink helyes értelmezésében te árulónak minősülsz. Hiszen nem is volt tárgyalás. Kedvesem, hiszen ez már a tárgyalás. Előkelő bírákat kaptál. A legfelsőbb tanács maga ítélkezik fölötted. Ami jár, az jár. Mélységes tisztelettel és hódulattal adózunk eddigi munkád előtt. De a továbbiakban már nem tartunk rád igényt. Te is beláthatod, hogy nem vagy már a régi. Kétszeri próbálkozás után sem sikerült eredményt felmutatnod. Ez az utolsó szerelmjelenet pedig szinte felfoghatatlan. Hogy tudtál így elgyengülni? Mik a lehetőségeim? Hogy is mondjam? Azt hiszem a tárgyalás egyhangú döntéssel befejezetnek tekinthető. Már csak alá kell írnod a vallomásod, mely szerint áruló vagy, és beleegyezel a kivégzési ceremóniába is. De ez túlságosan is méltatlan lenne, nem igaz? Mit szólnál a hősi halálhoz? Az egész tárgyalást meg nem történtét tesszük. Szerelmi jelenetről szó sincs, hiszen a fiú már azelőtt végzett veled, mielőtt törbe csalhatod volna. Így sajnos nem tudtad beteljesíteni a küldetésed. Értetek, halljak meg? Akkor már inkább miatt. Yeah.
megvártál! Már nagyon rég várnak. Annyi mindent mesélnem kell neked, a zsiványokat. És én találkoztam a rókával, a kacsával, meg a hallal is persze. És hogy már nem félek. Semmitől sem félek. De ez szörnyű. Nem. Hiszen ez csodálatos. De én így nem mehetek haza. Nekem meg kell tanulnom félni. Még sosem féltél? Még sosem futkosodtad a hátadat? Még sosem borzontál meg? Én nem tudom milyen. Nekem meg kell keresnem valakit, akinek ígéretet tettem. Én így nem mehetek haza. Messzebbre kell menned érte, mint eddig valaha voltál. Elengedlek. De erre szeretnék adni neked valamit. Mit? Megtanítalak félni. Csak gyere. Feküdj ide a hangyagodba. És figyelj. Élek. Élek. Élek.